A Nyíregyházi állatkert újdonsült lakói érkeznek vizsgálatra. A perzsapárú cikerpár még július elején látta meg a napvilágot. A csöpségek eddig csak anyjuk védelme mellett nevelkedtek. Most először vették ki őket a mama mellől, hogy megvizsgálják, egészségesen fejlődnek-e. Ilyenkor megnézzük, hogy egészségesen nevelkednek-e, jó a kondíciójuk, a súlyuk, megkapják az első féreghajtásukat, illetve megnézzük az ivarát. Ő egy hím. Az ikrek egyik tagja hím, míg a másikuk nőstény. Súlyuk meghaladja a 2 kilót, amikoruknak megfelelő. Mire teljesen kifejlődnek, ez jócskán nőni fog, hiszen a perzsapárduc a leopárdfélék között a legnagyobbnak számít. A felnőtt hím súlya elérheti akár a 90 kg-ot, még a nőstény 60 kg-os lehet. A kicsik még egyelőre kék szemükkel hódítanak, bundájuk pedig egy plüss állatéhoz hasonló puha tapintású. Az idő múlásával mindkettő változni fog, a bundaváltás idején szemük is sötétül majd. A kicsik születésükkel egy bűvös számot is elértek. Velük együtt a világ állatkertjeiben immár 100 perzsapárduc él. A mostani picik azonban egy különleges programba is bekerülnek, mivel egy ritka veszélyeztetett fajhoz tartoznak, ezért szeretnék visszavadítani a piciket és eredeti élőhelyükre, a mai Irán területére a szabadba visszatelepíteni őket. Addig azonban hosszú út vár rájuk. A legelső az, hogy minél kevesebb emberi behatás érje az állatokat itt a nevelésük során, ezért mi is csak akkor vesszük el a mamától, amikor nagyon fontos orvosi beavatkozás okán, egyébként a mama neveli az állatokat. Majd amikor már elválaszthatók, felnőttek egy éves koruk után, elkerülnek egy olyan szakember gárdához, akik tudják ezt az átmenetet biztosítani számukra, hogy meg kell tanulniuk saját maguknak vadászni és túlélni a természetben. Amikor ezen a tanulási folyamaton egy zárt térben túljutottak, akkor engedhetik szabadon őket. Ez előre láthatólag egy 3-4 éves munka után történhet meg. A párducikrek azonban ezután sem vesznek szem elől, a tudósok különböző technikai megoldások segítségével a természetben is tovább figyelhetik majd fejlődésüket.